Május 12-e óta minden csütörtökön lehetőséget adunk, hogy bemutatkozzanak az országgyűlési választáson egyéniben győztes képviselők, beszélhessenek választókerületükről, jelentősebb feladataikról. Hívunk mindenkit, függetlenül attól, hogy kormánypárti vagy ellenzéki. Mai adásunkban Bóna Zoltánt, a Fidesz KDNP sziget -Szent Miklósi egyéni országgyűlési képviselőit hívtuk, de adásunkig nem érkezett meg a stúdióba. Donald Trump volt amerikai elnökkel találkozott Orbán Viktor miniszterelnök. Orbán Viktor a találkozóra a közösségi oldalára feltöltött videójában hangsúlyozta. Donald Trump-pal egyetértettek abban, hogy a háborús infláció és a gazdasági válság egyetlen ellenszere a béke. Zoltán is vendége folytatja. A századvég közéleti tudásközpont alapítvány vezető külpolitikai szerkesztője, elemzője, Halkó Petra a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Csütörtökön kezdődik az Egyesült Államokban a világ legnagyobb és legbefolyásosabb konzervatív rendezvénye a szípek, amelyen Orbán Viktor is felszólal és Donald Trump is beszél. Ezelőtt találkozott Orbán Viktor Donald trump -al. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy a magyar kormány fő által jelzett politika globális térbe került? Egyértelműen annak tudhatjuk be, hogy Magyarországon az a fajta politika, amelyet két éve a magyar kormány víz, mind gazdaságpolitikai szintéren, mind politikai gondolkodásmódot, családpolitikát és sok más egyéb intézkedésüket ide sorolva van helye és jelentősége a globális szintéren annak a fajta gondolkodásmódnak a politikában, amelyet magyar, a magyar kormány képvisel. Tehát ez mindenképpen annak a jele, hogy Orbán Viktor ilyen közönség és ilyen jellegű, jelentőségű rendezvényen tud felszólalni és a gondolatait megosztani. A magyar kormányfő a Tusnád beszédében is már megemlítette Donald Trumpot Angela Merkel mellett, úgy fogalmazott, hogy ha ők lettek volna az Egyesült Államok vagy éppen Németország vezetői, akkor az orosz-ukrán háború elképzelhető, hogy nem robbant volna ki. Az ilyenfajta együttműködések a globális politikára hogyan hathatnak? Ja, mindenképpen fontos kiemelni az, hogy Donald Trump egykori amerikai elnöknek a, a stílusát valóban ugye megosztónak találták sok, sok esetben a, a nemzetközi szintéren. Ugyanakkor az elvitathatatlan tőle, hogy hosszú idők óta ő volt az az amerikai elnök, aki nem indított újabb katonai háborút vagy beavatkozást más, más idegen külföldi országban Amerika szempontjából, és nyilvánvalóan ennek világpolitikai jelentősége is van. Itt a találkozó során is a magyar miniszterelnökkel szókerül, szóba került az Ukrán, orosz háborúnak a kérdéskör és annak a közvetett illetve közvetlen hatásai is. Nyilvánvalóan nem véletlenül kerül kiemelésre a tusványosi beszédében is a magyar miniszterelnöknek az, hogy ha egy világhatalom élén olyan politikai vezető van, amely a békért dolgozik, annak világpolitikai jelentősége van olyan értelemben is, hogy mindannyiunk biztonságban van, nem csak biztonságpolitikai, szószoros biztonságpolitikai értelemben, de gazdasági értelemben is. Az elmúlt időszakban lehetett tapasztalni, hogy hatalmas a figyelem Magyarországra, a Magyarország elleni támadások mellett azonban azt is lehetett tapasztalni, azt lehetett látni, hogy egyre több jobboldali kiadvány, neves újságíró figyel, vagy látogat el hazánkban, vagy éppen politikusok találkoznak. Mi az, ami miatt a hazai jobboldal ennyire vonzó lehet a nemzetközi térben? Mindenképpen azt kell lássuk, hogy nem csak belpolitikai szintéren, de nemzetközi szintéren sem nagyon találunk alternatívát annak a fajta gondolkodásmódnak, politikai gondolkodásmódnak, amelynek Magyarország ad szinteret, és amelyet a magyar kormány, amit már említettem, 10-12 éve folytat. Tehát az a fajta, azok a fajta gazdaságpolitikai, családpolitikai és egyéb nemzeti szuverenitáson alapuló döntések, megközelítések, amelyek, amelyek Magyarországon, hazánkban megvalósulnak, azoknak igenis van jelentősége nemzetközi szintéren is, és példaként, modellként tud szolgálni más országok számára. Nem egy esetben az is bebizonyosult, hogy nem csak békeidőkben, de nagyon komoly válság helyzetekben is helytállóak tudtak lenni ezek a megoldások. az elmúlt 10-12 évben, 20 évben, a 21. század első két évtizedében láthattuk azt, hogy bővelkedtünk válságokban, és mindenre olyan megoldásokat tudott találni a, a magyar kormány, amely a magyar állampolgároknak az érdekét szolgálta, de hogyha kitekintünk egy, egy, kontinentális jelentőséget is tulajdoníthatunk ezeknek a, az intézkedéseknek, hiszen az európai polgároknak is a gazdasági és biztonsági, biztonságpolitikai érdekeit szolgálták. A Floridában a magyar gyermekvédelmi törvényhez hasonló jogszabályt fogadtak el a közelmúltban. Ez egy olyan pont, ami közös lehet. Melyek lehetnek még azok a területek, amely mondjuk Magyarországon már létező szabályozásra bírnak, az Egyesült Államok pedig mondjuk érdeklődhet iránta? A családpolitikai intézkedések egyértelműen ide Sorolhatok. Ugye a magyar kormánynak az álláspontja az, hogy a demográfiai kihívásokat azt nem a bevándorlás kérdésével kell ö, megoldani, hanem olyan intézkedéseket kell ö, sürgetni, megoldani, illetve előtérbe helyezni, amelyek arra ösztönzik a, a családokat, hogy gyermekeket vállaljanak, ezek fognak megoldással szolgálni arra is, hogy a munkaerőpiacon jelentkező munkaerő hiányt kezelni tudják majd az egyes ö, ö, gazdaságok, és egyfajta versenyképes pályára tudjanak állni. Ezek abszolút közös pontok is ezekben ezekből következik a migrációnak a, a kérdésköre is. Mindkét ország esetében Donald Trump idején is tapasztalhattuk azt, hogy nagyon következetes álláspontot képviselt a tekintetben, hogy az illegális bevándorlást meg kell akadályozni, és azokat a folyamatokat, amelyek tovább erősítik, generálják ezeket a folyamatokat, azokat a csírájában kell megtalálni és, és kezelni, helyben kell segítséget nyújtani, nem pedig az a megoldás, hogy azokra a fejlett országokra, amelyek már kidolgozott gazdaság és szociális rendszerrel rendelkeznek, léteznek, megterheljük, és csak növeljük azoknak az országoknak a számát a világpolitikai szintéren, amelyek súlyos körülmények között kell, hogy éljenek. Pont a szípek kapcsán uh, fogalmazta meg több elemző is, hogy reneszánszát éli a konzervativizmus, aki ebben a reneszánszban vezető szerepet vállal az milyen előnyre tehet szert a következő években? Ugye azért mindenképpen azt kell lássuk, hogy ahogy említettem, a 21. századnak az első két évtizede az válságokban bővelkedett, most pedig valahol egy reneszánsz korszakot élünk, amely ugye azt is jelenti, hogy az átalakulások egy átmeneti időszakban vagyunk, amikor is olyan kompetenciákat kell kialakítani, amelyek nem csak a válságból való kilábalást teszik lehetővé, hanem olyan alappilléreknek az elhelyezését is, amely az új világrend, nevezzük világrendnek a, a felállásában olyan talapzatként szolgálhatnak, hogy a nemzeteknek a túlélését aki ezt felismeri, és ezeknek a kompetenciáknak az elsajátításaért tesz, és ide sorolhatjuk azt, hogy gazdaságpolitikai szintéren diverzifikált hozzáállást ő, ő, tanúsít mind az egyes termékeket illetően, mind pedig a, a kapcsolatrendszert illetően. Az, hogy adaptálódni képes a mozgalmas globális környezethez, és tudatosan áll ahhoz, hogy milyen folyamatok is zajlanak körülött, és megőrzi a nemzeti ő, tudatát, nemzeti identitását, azok az országok, azok a nemzetek fognak tudni továbbé, és azokban a nemzetekben fog tovább élni, fognak továbbélni azok az országok, amelyek esetleg ezt nem időben veszik észre, vagy egyáltalán nem, nem ismerik fel ezeket a, a folyamatokat. Ez a jelentősége valójában annak a fajta gondolkodásnak, amely a nemzeti szuverenitáson alapul. Az az esemény, amelyen a magyar kormányfő is felszólal, ha úgy tetszik, akkor az amerikai konzervatív oldal utolsó nagy lélegzetvétele a félidős választásokra való ráfordulásnál, hiszen november 8-án lesz a félidős választás az Egyesült Államokban, és sok elemzés szerint esélye van a republikánusoknak arra, hogy megfordítják a mérlegnek a nyelvét. Milyen hatása lehet ennek az amerikai Egyesült Államok politikájára, és hát ami Európa szempontjából talán még lényegesebb a globális folyamatokra. Az Egyesült Államok belpolitikájára való tekintettel azt láthatjuk, hogy Joe Bidennek a politikája olyannyira népszerűtlen, hogy soha nem volt még olyan amerikai elnök, akiknek a népszerűsége, az elutasítottsága, bocsánat, ennyire ö, ö, magas szinten lett volna. Tehát, hogy azért ez mindenképpen egy, egy már előrevetített ítélet arra vonatkozóan, hogy ő hogyan kezeli azokat a belpolitikai, illetve világpolitikai folyamatokat, amelyek jelenleg is zajlanak. Ilyen értelemben egyértelműen azt láthatjuk, hogy hogy igenis a republikánusoknak lehet lehetőségük arra, hogy újra erőre kapjanak, és hát e, e tekintetben is mérlegelhetjük azt, hogy milyen jelentősége van ennek a, a találkozónak, ugyanis azért Donald Trump idején azt kell mondjuk, hogy azért egy olyan karaktere volt a republikánus párt, amely már régóta nem egy nagyon meghatározó személy volt a, a pártnak a, az életében, és olyan ö, gondolatokat, ö, döntéseket tudott előtérbe helyezni, amelyek a, az amerikai állampolgároknak a, az érdekeit szolgálták. Ez most nagyon hiányzik az amerikai ö, politikából, és ha kihagyják a, a képletből, a politikai képletből a nemzetet, az állampolgároknak az érdekeit, az egyetlen országban sem lesz működőképes. Ennek a megvalósulását láthatjuk most Amerikában, de nyilvánvalóan anna az, hogy ki van, egy világhatalom élén ki tud egy politikai hatalmat ő, ő gyakorolni, amerikai élén, annak világpolitikai jelentősége van. És hát pont az elmúlt napokban újságírói kérdésre válaszolva Donald Trump, noha nem volt teljesen egyértelmű, de nehezen félreértetően arra a hogy indul-e majd elnöknek, azt mondta, hogy már meghozta ezt a döntést. Én Halkó Petrának köszönöm szépen, hogy itt volt, és mindenről beszélhettünk. Köszönöm szépen.